Ünnepélyes keretek között adták át Dalmandon ezt a vadonatúj 9 személyes kisbuszt. Nagy szükség volt már egy új, korszerű tanyagondnoki buszra, hiszen Dalmandhoz 3 külterület is tartozik, így mindennapos feladat az ott élő gyerekek óvodába, iskolába, illetve az idősek orvoshoz szállítása. A régi jármű gyakran javításra szorult, így az önkormányzat egy új busz beszerzésére pályázott sikeresen. 15 millió forintot nyertek el a Magyar Falu Program pályázati keretéből. Aminek nagyon örültünk, mert egy régi, agyon használt tanyagondoki busszal szállította a tanyagondokunk külterületről az iskolás, óvodás gyerekeket, idős embereket, orvoshoz, gyógyszertárba, hogy sikerült megnyernünk egy 15 millió forintos, szintén magyar falvas pályázatot új tanyagondoki busz beszerzésére, aminek rettenetesen örülünk. Nagyon-nagyon élvezzük, hogy pedig még csak gyakoroljuk, hogy kell használni ezt a buszt. Viszont a régi buszunk a kihasználtság ellenére is működőképes. Ezért úgy gondoltuk, hogy egy kárpátaljai településnek ezt átadjuk. Ennek az átadása majd még ezután fog bekövetkezni. Az átadó ünnepségen a környező települések polgármesterei mellett részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Beszédében hangsúlyozta, a Magyar Falu Program a kis települések fejlődését szolgálja. 2019-ben indult el a Magyar Falu Program, azóta mintegy 23 ezer nyertes pályázóval számolhatunk egész országban, 230 milliárd forintot nyertek ők el. Ebben az évben 70 milliárd forinttal írta ki a kormány a különböző magyar falus pályázatokat. Ez egyik sikerpályázat, ha mondhatom így, ez a kisbusznak a beszerzése, tanyagondoki szolgálatot lát el szinte minden településen. Az én körzetemben 29 ilyen kis busz volt nyertes, most még egy párat a következő hetekben át fogunk adni, így lesz meg a 29, Dalmand is nagyon örül ennek, de Dalmandon más fejlesztések is zajlottak, például a járda építést fejeztek be 5 millió forinttal, illetve 5 millió forintból egy játszóteret újítottak meg még az ősszel, ez pedig 15 millió forintba került. A Kossuth utcának a felújítása márciusban történik meg, újabb 40 millió forint. Úgyhogy örülök annak, hogy az én körzetem is ennek a lehetőségnek köszönhetően szépen fejlődik. A rendezvényen a 2019-ben elnyert és megvalósult beruházásokról is beszámolt a résztvevőknek a település polgármestere. A mai napon úgy gondoltam, hogy hozzuk össze ezeket a pályázatokat, lássa a falu is egyben azt, hogy igen, dolgoztunk, igen, nyújtottunk be pályázatot, és emiatt történt így, hogy minden pályázatot egyszerre adtunk át ma végül is, mert azt gondolom, hogy így kerek az egész, így látják azt, hogy kész egy Kossuth utcába a járda, és az úttestnek is neki fognak állni, mert ott a pályázati forrás is megnyertük. Itt a tanyagondoki busz, mert megérkezett, és az emberek rendelkezésére szolgál. Ott a játszótér, amit összóta használhatnak a gyerekek. Tehát azt úgy gondoltam, hogy ha összevonom ezeket a pályázatokat, akkor egyben látják azt, hogy igenis dolgozott ez az önkormányzat, és adott be pályázatot, és abból nem egyet nyert, hanem ennyi pályázatot, amit már ki is vitelezett, és fel tudja mutatni, hogy ez már a község szépítésére szolgál. Az önkormányzat a jövőben is minden lehetőséget megragad, hogy pályázati támogatásokhoz jusson a település.